Na hát akkor szerintem elkezdődik akkor a, ugye a második közvetítési nap. Ugye az 5., 6., 7. és 8. mérkőzéssel itt a 32-be. Nem véletlenül nevezik ezt a második legnagyobb tornának. Ugye a világ két legjobb, vagy a 32 legjobb játékos, a 16 a ranglistáról és 16 a protúról. Ugye a Webster 14. 2002 óta tagja a PDC-nek. Érdekes, hogy BDO tag nem volt, hogyha itt jól látom a geográfiájában. Ez 2004 döntős a világbajnokságon, a PDC világbajnokságon. Hát ő már régi motoros. Idén, 2018-ban. Ami ugye tehát az idei világbajnokság. A World Matchplay-en pedig 2017-ben, tehát az elmúlt esztendőben eljutott ugyancsak a negyed döntőig. A major tornák közül a legjobb szereplése az a Players Championship Finalban, Finalsban 2016-ban egy elődöntő. Na, hát akkor nézzük, ugye... Na. 180! És az a az a legérdekesebb dolog, ugye, ne felejtsük el, hogy ugye 309 darab 180 volt a tavalyi World Match Play alatt, és most 22-nél tartunk, egy kicsit többet vártunk 4 meccs után, de most azon lent jön a váltás, a 19-es 2 is. 190! Ez 37, ez igen. Nem volt rossz, így bár hátsó pályán, de azért ott van, ez most becsúszik az ötös szektorba, az jó, a tripla 19, szép volt a 32, ez alakul, és szépen Webster nagyon, van. Nagyon-nagyon jó, igen. Lent van 70 kis szálon, ami pozáns kezdés. 131 a kedvencem, igen. Csak gyorsan a rend kedvéért, ugye itt 10 nyertig megy a első már körben, 10 nyert legig megy, ugye itt első körben a dupla dolog. Dupla 5 lett a vége. Dupla 5 lett a dupla 20 helyet, kicsit elnézte, vagy elrontotta, elméretezte Webster, és ugye két tiszta lekülönbségekkel nyerni. 12-12-ig tud elmenni a parti, hogyha 12-12-nél pedig búradobás és döntőleg. Kerekített 16-ra. Skivu van! Ez nem dobja meg! És Lennon, kérem szépen, 65-ről, úgyhogy kiválóan ment el kiszálló lehetőségéig. Webster befejezheti. Ez nem lehet. Ez már be fogja fejezni, nem hiszem el, hogy kihagyja. De még mindig na, úgy tűnik, hogy kihagyja, mert kívül... Lajos írta, hogy Joe Pesci fog nyerni. Dupla 4, na, hát ez nem volt olyan túl egyszerű, szinte ugyanannyit elhagyott rá, mint amennyiből eljutott oda, vagy eldobott rá, de megvan az első leg. Igen. Rögtön kezd egy break-kel Webster. Gyönyörű! 74! Azt a 174-gyel. 100-as. Na, a negyedik. Ötödik! Jó! Ideig eljutottunk tegnap is. Még kell váltani, hát ha... De kellett, hát most... Jó. Itt ez most neki a... Nem hiszem, hogy a 9 nyilas a fontosabb, hanem az, hogy megfelelő előtt tudjon kidolgozni magának. 96 volt, nézd meg, nagyon jól dob, szenzációsan. Abban a pillanatban átcsúszik az ötösbe, váltásra jön, 122. 66-om. Nagyon szépen fönt hagyja a Lennont, de hát így volt az előző legben is. Aztán ez csak szoros lett a vége. Aha. 34. Érdekes. Dupla egy lett a sima egyes helyett, semmi gond. Marad a 32 neki. Onnan pedig próbálja leküzdeni magát egy megfelelő kiszállóra, nincs tripla a körben, így elég magas, 150, 16 egyelőre kívülről.
az meg már gyönyörűen belülről. 2-0. Igen. Az mindjárt mondok egy érdekes dolgot, csak most már igen, 149,43 százados az első 9 nyilas átlaga Darren Websternek. Egyébként 101 fölött egy picivel a körátlag. Az ez is gyönyörű, 140. Százas. Óriási különbség az átlagban is. Igen. Jól dob. Hát ez káprázatos, 76. Nézd meg, mennyire jó! Bedobja! Hihetetlen, 11 nyilas. 11 nyilas bizony. 3-0. Hát a ifjú titának nem nagyon hagy lehetőséget egyelőre. Nem, Webster, bocsánat. Az leváltott 19-esre. 65. Nos, az első nyilai rendszeresen alatta vannak Lennonnak. 60. 9 nyilasok esetében, ugye eddig 6-9 nyilas volt a World Match Play történetében, az elsőt 2002-ben Phil Taylor dobta. Ezen kívül, tehát az elsőt, az utolsót. Az igaz? Igaz. 2014-ben Michael Smith ellenében. Százas. Hatvan. Száz. 100-as 91-e maradékra, nézzük 141-re Lennont. Valamit most már oda kéne tennie, egy brékelés az jót tenne neki. Nézd meg, alatta vannak, 59, 82 a maradék. 74, tripla 14, sima 20-assal 40-e marad. De Lennon most ne lehet egy kezdést. Igen, 82-t, igen. És ugye ez már a 18, az nagyon jó, 17-es. Megvan. És egy nyíl megint a dupla 20-ra. Nem dobja be. Nézzük Webstert. Oho, oho, oho. Nincs meg! Nem dobja be. Visszakapja Lennon a lehetőséget. És be is dobja rögtön. 3-1. Érdekes, 3-1. A 4-0 helyett, és hogyha hozza a kezdését, akkor megint csak szorossá válik a dolog. 96. Na, hát ahhoz hozni kell a kezdést. Igen. Most kicsit arább maradt a lendület, nincs tripla. Sixty.
Százas. Na, jön a 180. Sajnos fölé ment. 140. Ott van, 145-re. Bánhatja, hogy nem jött tripla. Főleg, hogyha ezt ki fogja tudni használni, ki is használja? Bizony, 101-re megy le. Na, ki tudja dobni a magasat, 145-öt. Hát legalább minden, legalább duplára itt kéne tudni kerekíteni. Megcsinálja, 20 pontja marad. Dupla 10-et kell majd dobnia. 25. Oh, két duplával akarta, marad a 40. Nem lett volna rossz. Ezt ugye tegnap láttuk Csizinél is. Bedobja. 3-2. Hát így pihennek majd. 3-0-ról lett. Ugye? 3-2. Az első álmat Webster nyerte, utána zsinórban 2 Steve Lennon. De egyébként szépen felkúszott az átlaga is. Ugye 18-14 és egy 11 nyilassal kezdett Webster, de egy 19 és egy 16 nyilast a Steve Lennon. És ami nagyon érdekes, még mindig az első 9 nyíl között óriási nagy különbség van, 120 pont kereken Websteré, és Lennonnak pedig 92,67 százados nagy különbség van közte.